A hátrányos helyzetű fiatalokat segítő Zsutipe Roma Kulturális és Érdekvédelmi Egyesület ökölvívói a közelmúltban 3 versenyen is sikeresen szerepeltek. Az országos bajnokságra is eljutottak, de betegség miatt nem tudtak olyan eredményeket elérni, mint amilyeneket szerettek volna. A versenyzők gőzerővel készülnek az országos diákolimpiai döntőre, hiszen további jó szereplés esetén újra lehetnek válogatott sportolói a feltörekvő egyesület. Megrendezésre került EGRI küzdelmi napok, ahol sikeresen részt tudtunk venni 7 versenyzővel. Mind a 7 kiváló eredményt ért el, köztük ifjabbik Dunai Zsolt és Kökény Krisztián, aki kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Idő előtt befejezték a mérkőzést. Szuper volt, egy katarzis volt, egy élmény volt hazatérni. Ezt követte februári hónapban Budapest Kócián Kupa, ahol ismételten csak aranyéremmel tértünk haza. Jó volt ez is teljes mértékben, és én azt gondolom, hogy egy színvonalas rendezvény volt, egy mérkőzések, amit ifjabb Dunai Zsolt egy tavaly évi serdülő magyar bajnokkal tudott vívni, és sikeresen győzelmet aratott. Majd ezt követte, körülbelül 2 héttel ezelőtt tudtuk megrendezni Véménden a Zsutipe Kupát, ahol hát itt vannak az eredményeink, gyönyörű szép érmeket, kupákat tudtunk elhozni. Ismételten ifjabbik Dunai Zsolt, Kökény Krisztián, Tomori Gábor, akik színvonalasan tudták hozni ezeket a mérkőzéseket. Most a legjobban a magyar bajnokságra készülök, vagyis diákolimpiára, és a válogatott a célom. Heti 5-ször szoktunk edzeni, és hát bemelegítünk, utána jön egy árnyékbox, utána szoktunk zsákolni, iskolázni, meg ringezni szoktunk. A kondim, azt kell még javítsam, meg a rutin. Pár hónapja kerültem ide, már volt 3 meccsem. Azért választottam ezt a sportágat, mert megtetszett nekem. Szerettem volna az eredményeket elérni, meg hogy meg akartam igazából tanulni, megtetszett a sport. Eredményeket szeretnék elérni, akkor kb. Már egy éve boxolok. Máshol is voltam, itt ide is jártam régebben, csak abba hagytam. Nemrég jöttem vissza. Most zsákoltunk, árnyékoltunk. Az, hogy ilyen nagyokkal edzel, az neked nem jelent problémát? Nem. Nem? Van mindig párod, akivel... Persze. Voltál-e már versenyen? Voltam. Hogy sikerült? Hát jól. Hányadik lettél, mondod? Hát... Első. Első? És mi a célod neked a boxsal? Hát... Hogy magyar bajnok legyek. Az 1996-ban alakult Zsutipe Roma Kulturális és Érdekvédelmi Egyesület hátrányos helyzetű, elsősorban roma fiatalok felkarolására alakult. Az elmúlt 25 évben több mint 500 fiatal ökölvívót neveltek ki. A 2004-es újrakezdés óta egy újabb nemzedék bontogatja szárnyait. Jelenleg az egyesületnek nincs olyan forrása, amiből éves szinten fent tudná magát tartani, de nagyon nagy segítségünkre volt az Országos Roma Önkormányzat Orsós János személyében, elsőképp, aki Véménden tevékenykedik. Nagyon sokat segített nekünk ebben. A PSN ZRT-től kaptunk hatalmas nagy segítségeket, több versenyre is sikerült általuk eljutnunk, illetve megkaptuk tőlük a szorítót, ami Pécs városának volt lehelyezve a leltárába, és nem volt rá szükségük, nekünk viszont hatalmas nagy szükségünk van rá, és eredményeket tudtunk benne elérni, és azt gondolom, hogy a jövőben is ezt fogjuk tudni kamatoztatni. A jövővel kapcsolatosan azt gondolom, hogy úgy tudnánk fejlődni, hogyha mindenképp olyan forrásokhoz tudnánk jutni, ami éves szinten biztosított lenne nekünk, mivel körülbelül évente van 30
mérkőzésünk, versenyünk, amiből legalább 15-re el kéne jutni ahhoz, hogy az eredmények fenntarthatóak maradjanak. Hiszen hogyha több versenyről kimaradunk, a rutin, a ringhiány miatt ezt megérezzi a csapat. A versenyzők gőzerővel készülnek az országos diákolimpiai döntőre, hiszen további jó szereplés esetén újra lehetnek válogatott sportolói a feltörekvő egyesületnek.